arra, hogy beszerezze az alapvető jogokat, arról kéne meggyőzni engem például, vagy sokakat, hogy miért a ruhát a ruhásboltból, cipőt a cipőboltból, élelmiszert az élelmiszerpiacról elvett kövessen, mikor az emberiség egyik legfantasztikusabb találmánya a szupermarket, hanem már csak egy nagyobb találmány van, a hipermarket, ahol minden termék a cipőfűzőtől a kalapig, a külső és belső szükségletre elérhető, de azért szerintem az még ez is egy. Csak ha megpróbáljuk a mesterséges ember szakadékot valahogy áthidalni, akkor mondhatjuk azt, hogy a legboldogabb lennék, hogyha lenne egy kistermelői szupermarket, ami akár azt a piaci réteg specifikus célcsoportot kielégíteni az ő igényei szerint, és emellett virágozik minden virág, tehát akinek, hogy mondjam, veszőparipája, hogy mindig ugyanolyan standard portékához jusson, mert ő mondjuk egy vendéglátóüzem és nem engedheti meg magának a variabilitást, akkor a teret nyithatunk a ipari kiszereléseknek. Jó, én szerintem egy kérdés ezzel nem, hogy Magyarországon mekkora az őstermelőknek a részesedése a piacból, tehát hogy mennyi ilyen van és hogy néz ki a Tesco-san, Lidl és mindenki versus őstermelők, ezt hogy van mondjuk Svájcban vagy Dániában, én ezt tudom. Akkor most is átadnám a szót, és egyébként bocsánat, bíztatnék mindenkit a nevedben is, hogy menet közben is ér kérdezni, bekiabálni és észrevételket tenni, mert ülnek azért körünkben például nálam jártasabb emberek ezekben a témákban, úgyhogy szerencse fel. És akkor most a háztáji gazdálkodás szempontjából nézve rögtön először a kérdésre válaszolva, tehát nagyon kicsi, pontos adatokat nem tudok, ezt talán a KSH sem tud, mivel hogy ez egy nagyon keveset vizsgált. 2% a kistermelői, őstermelői. De ez egy információs adat, de kb. Fogalombeli különbség, hogy a kistermelő az a élelmiszer előállításban egy fogalom, ami a 52/2010-es vidék FVM rendeletben szabályozott fogalom. Ő az élelmiszer, amely a kistermelői élelmiszer előállítást forgalmazást szabályozó, amíg az őstermelő egy adójogi kategória. Ebből nagyon sok félreértés szokott lenni, hogy őstermelők próbálkoztak kistermelőként árusítani. Ennek az ad alapot, hogy a fővárosi piacokon, amik nem helyi termelői piacok, vannak úgynevezett őstermelői asztalok, és igazából ott van még egy jelentősége annak, hogy valaki őstermelő, hogy mint őstermelő a vállalkozóktól különbözően külön kis asztalokat kedvezményes áron kaphat. Egyéb jogosítványa, mint őstermelő nincsen, csak adózás szempontjából van így nyilvántartva, illetve a falugazdászoknál van ő nyilvántartva, de maga az élelmiszer előállítás és forgalmazás, feldolgozás az kistermelőként történik, tehát itt állati eredetű élelmiszert előállító kistermelők, ők mind regisztrált kistermelők, ők a megyei, illetve a kerületi állategészségügyi hatóságnál, mint kistermelők regisztrációt kaptak, és egy regisztrációs számuk van, amelyet be is mutattak itt az elnézés során. Most visszatérve a civil pályámra, a háztáji gazdálkodásra, az élelmiszerbiztonság volt az első és talán a legfontosabb érved, maradtunk a tegeződés négy, amit én nagyon gondolom. Élelmiszerbiztonsági kifogás, ugye a különböző volt, egyik oldalnál sem merül be, éppen azért nem ment a saját marketing. Ent vásároltam sajtkolbász, Vagymarosról érkezett, Fekete-Tenyáról, és mellette vásároltam kovászos uborkát hozzá, nagyon finom, a saját recepttel próbálkoztak, én mondtam nekik, hogy nem 12 órán át kéne meleg füstön füstölni a szalámit, hanem 3 napig hideg füstön. Nem fogadták meg a tanácsomat. Utána ki kellett dobni 100 kg házi szalámit, ami 2-300 ezer forint bukás, tehát ott ugye a saját bőrükön érzik a kistermelők, tehát
ők megint csak kénytelenek az élelmiszer biztonságra odafigyelni, ezzel sem szokott probléma lenni. Persze balesetek, fertőzések, tetőzői már kiított előfordulat, de azt hiszem, hogy bárhol előfordulat bármilyen élelmiszer tani vállalkozás nézve, és igazából olyan nagy botrányokat sem, és sem nem üzenek a vonatkozóval, nem a nagy baleseteket. Mindenki a kistermelést hangsúlyozza, hogy magát a háztáji gazdálkodást kellene egységként kezelni, és ezt a gazdálkodási típust felemelni újra, mert a rendszerváltás és a nagyüzemeknek a leépülése, illetve az uniós csatlakozást érintő változások érintették a nagyüzemeket. Nagyon sok nagyüzem megszűnt, csődbe jutott, külföldi kézbe jutott, csökkent a magyar mezőgazdaság termelése, de a kistermelők, a háztáji gazdálkodók szerepe és részárnya drasztikusan, ennél lényegesen nagyobb mértékben csökkent. Ugyanis a rendszerváltás előtt ezek a kis háztáji gazdálkodók, ezek a nagyüzemek által, TSZ-ek állami által voltak integrálva, megvoltak a húsüzemek fel és a felvásárlói kapcsolatok, Herc szalámigyár, Tix szalámigyár megvásárolt a nagysúlyú kocákat, ami egy jó példa, amik majd gyakorlatilag a magyar sertéstartás nagy része az ilyen nagyüzemi sertéstelepek, ez a 270 darab mezőpanel rendszerbe épült 70-es, 80-as években sertéstelep, és néhány modern nagyüzem ez látja el a magyar piacot azzal a 2-3 millió sertéssel. A háztáji gyakorlatilag megszűnt, akiket itt látunk, az a kevés kivétel. Ma vidéken egész falvakat láthatunk sertés tehén nélkül, és amikor mi örülünk annak, hogy van egy-egy kis termelő, ők azok a szerencsés, ügyes kivételek, akik úgymond az egész élelmiszerláncot átfogó sikeres vállalkozást tudnak működtetni, mert ha megnézzük, egy állattenyésztőnek a háztáji gazdálkodásban csak az állattenyésztéssel kellett foglalkozni a rendszerváltás előtt, az értékesítéssel sem, mert hogy azt a TSZ, vagy az egyéb integrátor állami gazdaság, GITL, IKR, Bábolna, PIK, Herc megoldotta, felvásárlással nem kellett foglalkozni, nem voltak a fix piacok. Most egy kistermelőnek, aki kistermelőként tevékenykedik, az egész élelmiszerláncot átfogóan egy sikeres céget kell működtetnie, az alaptermék előállítástól, akár a takarmánytermeléstől kezdődően állati termék előállítást, majd annak a higiénikus feldolgozása, és ennek az értékesítése, beleértve a szállítást, marketinget, tehát gyakorlatilag ugyanazt kell megoldania, mint mondjuk a Bonafarm csoportnak, a legnagyobb magyar élelmiszeripari holdingnak, de ezt egy személyben vagy egy családnak. És itt van a családnak szerepe, mert hogyha egyedül van és nincs családja, akkor már a termelés értékesítés nem megy együtt. Tehát akkor nem tud egyben értékesíteni, termelni, mert ha ma reggel neki meg kell etetni a malacokat és délben is, akkor most nem tud itt maradni a piacon 12 óráig.